Itt a választás. Legszívesebben nem is gondolnánk az egészre. Minden, szinte minden, ami a választásokkal kapcsolatban zajlik. A demokrácia megcsúfolása. Sokan vagyunk, akik változtatni szeretnénk. De széles a konszenzus. Erre most ezen a választáson semmi esélyünk. Elmegyünk, mert mégiscsak a kisebbik rossz. Majd lesz valami valahogy. Persze nevetséges az egész. Majd rajzolunk faszt. Vagy megesszük a szavazólapot. Igazából nem érezzük méltónak. Hogy időt szálljunk rá, hogy komolyan foglalkozzunk vele. Hogy felhúzzuk magunkat rajta. Röhögünk, legyintünk. De egy pillanatra vegyük már magunkat komolyan. Gondoljuk már bele, hogy mire legyintünk. Hogy a választást politikai rendszerünk alapelemét röhögjük ki. Persze. A cinizmus, a szarkazmus, a válvonogatás, a legolcsóbb szabadságpirula. Ha nyíltan kimondanánk, hogy ez a választás semmire se jó, akkor azt is nyíltan ki kellene mondanunk, hogy a politika intézményes keretei között nem lehetünk szabadok. Ennek a kimondása pedig súlyos következményekkel járna. Vagy elfogadnánk, hogy birkák vagyunk, vagy ha nem vagyunk azok, akkor ki kellene találni, hogy ez mire kötelez. Ez pedig nagy feladat. A rendszer úgy lett kitalálva, hogy minimális mozgásterünk legyen. És nagyon nehéz új utakat találni. Új kereteket kialakítani. Helyette próbálunk ellavírozni a NER-ben. Ez most tényleg rettenetes? Tényleg alig van kire szavazni. Meg szinte semmi esélye nincs annak se, akire nem lehet. Akire leginkább lehet, annak még annyi se. Szóval csak reménykedünk. Azért valami, valahogy csak lesz. Hitegetjük magunkat, hogy lehetséges érdekeink képviselete egy olyan rendszerben, amit addig alakít a kormánypárt, amíg el nem éri, hogy mindenhol az ő akarata érvényesüljön. Áprilisban is hiba és tévedés volt ezt gondolni. Akkor még talán érthető. Most már érthetetlen is. Nézzünk körül! A nemzeti együttműködés rendszerének két lényegi törekvése van. Egy, senki ne pofázzon bele abba, hogy mit csinál a hatalom. Kettő, ne lehessen változtatni azon, hogy kié a hatalom. Egy oldalon és mindennemű konzultáció nélkül változtatták meg a korábbi alkotmányt alaptörvényé. Ennek a szövegnek a létrehozására kevesebb időt szántak, mint amennyi alatt egy átlagos, alapfókusz szakdolgozatot szoktak megírni. Így jöhetett létre az a rendszer, amelyben mostantól nem a független intézmények ellenőrzik a kormányzatot, hanem a kormányzat ellenőrzi, sőt, irányítja a független intézményeket. Kiüresítették, és vagy a befolyásuk alá vonták az Ombudsman hivatalát, a Nemzeti Bankot, a bíróságokat, a Költségvetési Tanácsot, az Adatvédelmi Hatóságot, a Média Hatóságot, a Média Tanácsot, az Állami Számvevőszéket, valamint a legfőbb ügyészséget. Ezek élére a saját emberéket ültették, a mandátumokat pedig a legtöbbször megnevelték 9 vagy 12 évre. Ja, és a médiát is ledominálták, így a rendszerkritikus hangok ma egész egyszerűen a társadalomnak csak egy töredékéhez képesek eljutni. Az országgyűlést szavazóüzemmé is irányították, ezért az országügyéről ma már nem a parlamentben vitatkoznak, hanem az oligarchák kedvenc, romantikus találkozóhelyein, a futballstadionok lelátóin. Az állampolgári hatalmunkkal egy demokráciában leginkább a választásokon tudunk élni. Csak hogy akármennyire is idióta az ellenzék, elég nehéz egy olyan versenyen nyerni, ahol a másik fél folyamatosan átírhatja a szabályokat. Listán 2002-ben és 2006-ban a Fidesz több szavazatot szerzett, mint 2014-ben. Korábban vesztettek, idén 2/3 lett. A szavazatok 45%-ával a parlamenti mandátumok 67%-át szerezték meg. Hogy volt ez lehetséges? Hát úgy, hogy átírták a választási törvényt, így azzal szinte minden elemében maguknak kedveztek. A 2014-es adatok alapján a korábbi rendszerben is meglenne a Fidesz többsége, de 2/3 sosem. Budapesten viszont még így is necces volt a helyzet. Reális fenyegetésként jelent meg az, hogy a Fidesz ősszel az önkormányzati választásokon elveszti a fővárost. A legnagyobb veszélyt a fővárosi közgyűlés jelentette. Ebbe a testületbe ugyanis mindeddig arányos módon úgynevezett listán választottuk meg a képviselőket. Mit jelentett ez a gyakorlatban? Ha egy párt indult a választásokon és megszerezte a szavazatok 30%-át, akkor a közgyűlés férőhelyének 30%-ára delegálhatta a saját jelöltjeit. És hát ismerjük annyira jól a Fideszt, hogy egy ilyen tiszta, egyértelmű és demokratikus eljárás szóba se vélt a nemzeti együttműködés rendszerében. Arra gondoltunk, hogy miután a polgármestereket személy szerint választják a budapestiek, a fővárosi testület az álljon a polgármesterekből. A fővárosi közgyűlés 33 fős. Ebben benne van a főpolgármester, mostantól benne lesz a 23 kerületi polgármester.
meg még 9 vesztes polgármester jelölt, akik egy úgynevezett kompenzációs listáról kerülhetnek majd be. Tehát mi történt valójában? Az, hogy a kisebb pártonak esélyt adó úgynevezett listárszavazás intézményét kivették a rendszerből, és betették a helyére a 23 kerületi polgármestert. Így alapvetően csak az erősebb jelölteknek van esélye a győzelemre. Ez azt fogja eredményezni, hogy lesz majd egy csomó fideszes képviselőnk, meg esetleg néhány ellenzéki, ha a baloldalinak gondolt összefogás összekaparja magát. Kösz, Fidesz! Újra végignézhetjük az áprilisi kormányváltók összefogás parádéját. Aztán persze hamar rájöttek, hogy ez a polgármesteres dolog nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Véletlenül olvasták a kettős mérce vonatkozó cikkét, és rájöttek arra, hogy az eljárásuk feltűnően sérti a szavazategyenlőség elvét, vagyis azt az elvet, hogy mindenkinek a voksa ugyanannyit ér. Például az 5. kerületi polgármester, akit 30 ezeren választanak meg, annak a szavazata ugyannyit érne, mint a 13. kerületi polgármesteré, akit viszont 120 ezeren. Vagyis a Szent István körúton belül élők szavazata 4-szer annyit érne. De ilyen kis apróságok nem szokták kizökkenteni a Fideszt, rögtön elő is álltak a spanyol viasszal, miszerint mostantól ahhoz, hogy egy határozat életképes legyen, nem elég az, hogy a 33 képviselőnek a döntő többsége, vagyis legalább 17 képviselő támogatja azt, az is kell, hogy ezek a képviselők legalább 1 millió budapesti lakost képviseljenek. Ezt hívják kettős többség elvének. Érted? Azt, hogy a szavazópolgárok szavazatai nem egyenlőek, azzal kompenzálták, hogy most már a képviselők szavazatai sem egyenlőek. A törvényt az Alkotmánybíróság is helyben hagyta. Az Alkotmánybíróságnak különös felelősséggel, az alkotmányos szempontok kizárólagos érvényesítésével kellett volna döntenie. Kellett volna? Tehát más szempontok is voltak? Valószínűleg. Mert hogy az elég biztosnak tűnő Stumpf István 2010-ben frissiben megválasztott alkotmánybíró, korábban Fidesz alapító, válaszának kialakításakor nem alkotmányossági szempontokat vett figyelembe. Külön véleményében így írt erről. Magát a választási rendszer lényegi szabályait érintő, a választás időpontjához időben ilyen közeli módosítás nem felel meg az Alkotmánybíróság által korábban felvetett követelményeknek. Nem felel meg. Ezt írta a külön véleményében. Majd megszavazta, hogy mégis megfelel. Így a határozat végül 8-7 arányba tudott átmenni az Alkotmánybíróságon. Adott tehát egy antidemokratikus, még Stumpf István szerint is alaptörvényellenes, Budapestet ellehetetlenítő választási törvény. Mit tett egy ilyen helyzetben az ellenzék? Az ellenzék a parlamenti vitában bírálta a törvénymódosítást. Az MSZP szerint az új rendszer igazságtalan és aránytalan. A fővárosi közgyűlés pedig így működésképtelen lesz. Azt mondom, hogy a Budapestnek rosszat tesz, és ráadásul mélységesen antidemokratikus. Egy rendkívül aránytalan, és nem az egység, hanem a széthúzás irányába ható javaslatot tett le a Fidesz az asztalra. Ez a fideszes javaslat nagyon torzítja a választói akaratot Budapesten. Ez azt jelenti, hogy brutálisan torzítanak a Fidesz javára ezzel a törvénnyel. Az ellenzék tehát azonnal cselekedett, hogy méltán kemény szavaikat tettekkel is alátámasszák. Három pártnak már megvan a főpolgármester jelöltje. A Jobbiké megint Staudt Gábor, az LMP és a liberálisok pedig alig ismert arcokkal szállnak harcba. A baloldalon sokadik nekifutásra állítólag hétfőre meg lesz a közös jelölt. Ugyanaz történt, mint tavasszal az országgyűlési választások előtt. Lejt a pálya, de csak neki kell szaladni. Mi sem tudjuk, hogy mit kellene csinálni. De még egyszer ugyanazt végigcsinálni, amit a Fidesz egyszer már hangról hangra, trioláról triolára megírt, hát talán nem a legokosabb megoldás. Nem. Nem fogadjuk el, hogy bármi is az elveink feladására kényszeríthet. Főleg, mivel a Fidesz ellen az elveinken kívül semmit nem maradt, amire lehetne támaszkodni, aminek alapján ki lehetne állni. Főleg egy olyan országban, ahol a rendszerváltáskor megfogalmazott elvek és víziók a 25 év alatt szinte semmivé foszlottak. Magyarország 2010 előtt alkotmányos demokrácia volt. De a népképviselet eszméje mégsem valósult meg. A képviseleti demokrácia keretei megvoltak. De sokan voltak, akik okkal érezték, nem képviseli őket senki. Hogy semmit sem ír a szavuk. Sokan voltak, akiket nem védett meg a jogállam. Akik nem érezhették magukének a köztársaságot. Kevesen maradtak hát, akik méltónak tartották arra, hogy kiálljanak érte.
Ezért sem ütközött nagyobb ellenállásba a Fidesz 2010-ben, amikor ezt elkezdte szétverni. Már a demokratikus intézményrendszer a választások formaság előttek. Nekünk egy szempontunk van 2014. október 12-én. Mit tudunk csinálni, hogy magunk számára vállalhatóan cselekedjünk? Menjünk el szavazni, és tegyünk úgy, mintha minden rendben lenne? Most leszavazunk, mert az is kell. Aztán megyünk tovább. Ne menjünk el szavazni, hisz nem egyenlőek a feltételek. És hagyjuk, hogy mindent vigyen a Fidesz? Azok, akik úgy alakították a szabályokat, hogy rajtuk kívül senkinek ne lehessen esélye. Gondolkodunk. Tépelődünk. Meghasonlunk. Késő van, elkéstünk. Most már minden csak eső után köpönyegnek tűnik. De egy akkor is biztos. Nem fogjuk eljátszani, hogy demokrácia van. És nem fogunk elröhögcselni azon. Sem szemet hunyni a fölött. Sem várándítással elmenni amellett, hogy nincsen demokrácia. Ha te is fontosnak érzed, hogy ha más nem is, legalább ezt az üzenetet át tudjuk adni, akkor gyere el este hétre urnazáráskor a bálnához, ahol a Fidesz fogja ünnepelni, hogy megint sikerült mindenkit átbaszniuk. Legalább azt ne engedjük nekik, hogy eljátszhassák a demokratát. Ha szerinted is méltatlan, ahogy ez a választás lezajlott, de nem intézendő egy legyintéssel, úgy tarts velünk. Találkozunk este 7 órakor urnazáráskor a bálnánál. Ha pedig úgy döntenél, hogy nem adsz le érvényes szavazatot, úgy hozd el magad az összes szavazólapodat, és mutassuk meg együtt. Nekünk alapvetően más üzenetünk van a Fidesz számára, mint amire ezen a választáson lehetőséget biztosított. Változtatni fogunk. De ehhez először a nemzeti együttműködés rendszeréből kell kitörnünk. Este 7, urnazárás, bálna!